mai napon itt Kézdivásárhelyben újra Magyar Polgári Párt képviselő jelöltjei, polgármester jelöltjei. Elmondjuk programunkat, mutassuk elképzeléseinket, és mint ahogy látszik itt a hátam mögött, Magyar Polgári Párt a magyar lelkiismeret. Elsősorban azért is, mert mi Magyar Polgári Párt tagok, jelöltek, ugyanolyan szegények vagyunk, mint a nép. Ugyanúgy élünk, mint a nép. Tudjuk, ezáltal tudjuk, hogy mire van szüksége a népnek. És ezért hiteles a mi képviseletünk, mert ha tudjuk, hogy János bácsinak nincsen pénze kenyérre, ezt mi is megtapasztaltuk saját bőrünkön, és tudjuk, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy egy itthon élni jó legyen, és egy jobb jövő elé nézzünk. De azt is el kell mondanunk, hogy mi voltunk az elsők, akik a székely zászlót megvédtük, mi voltunk az elsők, akik a himnuszunkat megvédtük, mi vagyunk azok, akik az 1918. december 1-i gyulafehérvári kiáltványt számon kérjük, és kérjük annak a betartását, mert ha azt betartaná a román állam, az nem más, mint autonómia. És nem utolsó sorban a mi képviselőink az erdélyi magyar politikában nem csak a valódi versenyt, a választás szabadságát, hanem a valódi együttműködés lehetőségét is megteremtették. Ez a lényeg, hogy mikor van verseny, legyen verseny, mikor lehet verseny, legyen verseny, de mikor szükséges az együttműködés, az összefogás, akkor közösen kell gondolkodni, közösen kell lépni, mert csak így lehet eredményt elérni. Kézdivásárhelyen még el se kezdődött a kampány, és talán önök jobban tudják, mint én, vagy legalább annyira, mint én, és itten botrány tört ki, ugyanis egyik jelölt, aki ő azt állítja, hogy a megfelelő aláírást összeszedte, az valójában nincs meg a megfelelő aláírás száma, és látjuk, halljuk, hogy akkor milyen botrány van e felől. Mint ahogy elmondtuk annak idején is, jellemtelen kijelentésektől, jellemtelen emberektől csak ilyen jellemtelen lépéseket vártunk el, tudtuk, hogy ilyen, elítéljük. Mit tudunk mondani? Azt tudjuk mondani, hogy azzal már, hogy elindult ő mint polgári párt tagja, Rákosi Jánosról van szó, gondolom, hogy akkor ezt mindenki értette, ő már kizárta saját magát a Magyar Polgári Pártból, mert ő a Magyar Polgári Pártnak a jelöltje ellen indult. Ilyen módon ő kizárta magát a Magyar Polgári Pártból. Sajnálatos amúgy, hogy egy választási bizottság, egy választási irodában, ahol képzett emberek kell, hogy legyenek, nem veszik észre azt, hogy egy dokumentum nem jó, vagy valami hibázik. Mert azt gondolom senki se várta el, hogy egy jelölt végigjárja az egész megyét, vagy az egész országot, hogy megnézze és megszámolja, hogy megvannak-e az aláírások. Az a dolga az ott dolgozó embernek, hogy, és embereknek, tagoknak, hogy megnézzék az aláírásoknak a mennyiségét és a hitelességét. Ez nem történt meg. Ez annál érdekesebb is, hogy ha mi tovább történt, hogy ki kéri számon. Szóval mi elsősorban elítéljük ezt az akcióját Rákosi Jánosnak. Nem is vártunk el többet tőle, mint ahogy mondtam, és reméljük, hogy a választópolgár fogja tudni, hogy kiről van szó, fogja tudni, hogy miről van szó, mert nem lehet szerintem hitelt adni egy olyan embernek, aki hiteltelen. És tovább menve, amit elkezdtem az előbb, hogy akkor ki kéri őt számon elsőként, azok kérik számon, akik azt mondják, hogy tiszta lappal. Ugye én ezt a szlogent láttam az Erdély Magyar Néppártnál, hogy tiszta lappal. És akkor kérdezem én önöktől, hogy mondhassa valaki, hogy tiszta lappal, mikor ők szétverték a jobb oldalt. Itt Kézdivásárhelyen is, ha visszamegyünk az időbe, és 2012-ös önkormányzati választások eredményeire pillantunk, látszik a számok alapján, hogy ha
a jobb oldal egybe, egységesen indul, akkor ma a jobb oldal képviselője polgármester. Ők elsősorban szétverték a jobb oldalt. De nem csak itt Kézdivásárhelyen, egész Erdély szinten. Annak idején mi kértük, hogy induljunk közösen, a Magyar Polgári Párt és az Erdély Magyar Néppárt induljon közös listákkal, ezt elutasították. Ezzel a jobb oldal ketté esett, és ha összeadjuk a két pártnak az eredményét, az ugyanaz az eredmény, amit hozott a Magyar Polgári Párt 2008-ba. Tovább menve, ők megosztották az erdélyi magyarságot. Szóval, mikor parlamenti választás volt, azt mondták, hogy 6-3. Nem tudom, hogy fotballra gondoltak, vagy mire, de megosztották az erdélyi magyarságot. Folyamatosan hazudtak, hogy akkor ez meg lesz. Ők tudták, hogy nem tudnak eredményt elérni, de mégis ezt híresztelték, és ezek nem másak, ezt őszintén mondom, és ezt így érzem, és így látom, ezek szekus módszerek. És ezt vállalom is, ezt a kijelentést, mert én így gondolom, és ezt látom. A szeku oszt meg, a szeku darabol fel, a román hatalomnak az az érdeke, hogy mi magyarok ne egyezzünk. Ne egyezzünk. Ők azok, akik a legjobban támadják azt a nemzetpolitikai együttműködést, ami kialakult a Magyar Polgári Párt és az RMDSZ között. Ők azt mondják, hogy elárultunk, így, úgy. Ez félrevezetés. Ez a szekunak a munkája, sajnos. És akkor, ha tovább megyünk, és megnézzük, és el kell mondjam itt Kézdivásárhelyen, most a jelöléseket az Erdély Magyar Néppártnál, ott van Köröspatak. Kit támogatnak ők Köröspatakon? Szilviu Joachim. Szóval elképzelhetetlen, ezeket, hogy ne lássa az ember, és ne tudja, az bűn. Ezeket kell. Az emberekkel tudják, kell tudatosodjon bennük, és el kell döntsék, hogy akkor mit választanak most. Azt válasszák, akik csak rombolnak, utálatpolitikát folytatnak, vagy válasszák azt, aki együtt tud működni, vállalja a harcot is, vállalja a versenyt is, de együtt tud működni. Ez a lényeg az egészben. És ne felejtsük el, nem utolsó sorban, hogy Bálint Josif, mert így írja a bulletinjében, nem rossz indulatban mondom, nem régen azt mondta, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes úr ott Budapesten osztogassa a kártyákat, és ne boronáljon itt. Szóval elképzelhetetlen, hogy milyen politikát folytatnak, és mégis azt mondják, hogy tiszta lappa. Nem értem ezt a tiszta lapos dolgot. Én erről a helyről innen is fel szeretném kérni, nem felszólítani, felkérni az Erdély Magyar Néppártnak a polgármester jelöltjét Kézdivásárhelyen, hogy lépjen vissza. Én ezzel a kéréssel és baráti kezet nyújtok, jöjjön, építsük közösen a jobb oldalt, támogassa Szigeti Kálmán barátunkat, úgy gondoljuk el, hogy Tájerling megméretkezett, látta, hogy milyen eredményt tud elérni, tudja most is, hogy nem tudja megnyerni a választást, és ne gyengítse a jobb oldalt. És el kell felejteni a magán vagyon gyarapításokat, el kell felejteni a magánérdekeket, és úgy gondolom el, hogy a nemzeti oldalban gondolkodik, mint ahogy azt kijelentette, akkor igen, neki vissza kell lépni, üljön le, mondja el, hogy akkor visszalép, és Szigeti Kálmán támogassa. Ez lenne az én felkérésem feléje.